Sziasztok, Kovács Benyamin vagyok, és szeretném nektek bemutatni a kereskedelmi iskolát. Legelőször is egy szakmai német órát szeretnék nektek bemutatni. Gyertek, nézzük meg a német órát! Ebben a szakmában nagyon fontos a nyelvtanulás, hogy tudjunk a hozzánk beérkező külföldi vendégekkel is kommunikálni. A német oktatásról itt a Keriben azt emelném ki, hogy akár a diákok egy 3 hónapos szakmai gyakorlaton is részt vehetnek Németországban. Egy keri szünetet láthatunk itt az aulánál, ahol minden hónapban a most a járványhelyzeten kívül keri galériát láthatunk, és itt szokott lenni a hírhet keris mazsolavató is, ahol a 9-eseket felavatjuk. Most megmutatom nektek az aulát. A suliban 2 nyelv közül választhatunk, angol és német nyelv közül. Előbb betekintettünk egy szakmai német órára, most tekintsünk be a turisztikai osztályhoz egy szakmai angol órára. I moved here about a year ago. It's in town between Szabadka and Bajmok. Na itt végeztünk, megyünk a következő osztályhoz. A Keriben én többek között azért is szeretek járni, mert rendkívül pesgő a diák élet. Rengeteg iskola is, akár a diákok által szervezett programban, például a 16 órás kosár, vagy akár a több faragóból is. Most vissza fogunk térni a turisztikai osztályhoz egy turisztika rendszere órára. Tehát megint a turizmus rendszeréről fogunk továbbra is beszélni. A turizmus rendszerén belül az összefüggésekről, mi az, ami a keresletet és a kínálatot összekapcsolja. Mi a világ? Felsorolom, jó? A motiváció. Így van, mondjad ezt egy szép magyar szóval. Most itt vagyunk a tornateremnél, és mivel megmutatok egy keris testnevelés órát. A testnevelés óra kapcsán szeretnék beszélni a keris diák élet legjobb programjáról, a 16 órás kosárról. Ahogy a neve is takarja, 16 órán keresztül kosarazunk. Úgy, ahogy mondom, a labda nem állhat meg 16 órán keresztül. Péntek délután 2-től szombat reggel 6-ig tart, és megállás nélkül meccsek vannak, a többi csapat meg váltja egymást. Vagy az itteni diákok ugyanúgy visszajöhetnek, a régi diákok is. A többiek közben itt az aulában mellettem matracokon aludhatnak, vagy akár bulizhatnak, zenére, pizzát rendelhetnek, szóval tényleg egy tök jó buli. Most itt vagyunk a könyvtárban egy magyar órán. A könyvtárban, ahol nyugodtan végezhetünk bármikor kutató munkát, akár a szabadidőnket is előtehetjük itt, mert rendkívül felszerelt, van a számítógépek, internet elérés, de még vetíteni is lehet. És ezen fogunk dolgozni, hogy hogyan készülnek Michelangelo foglalók, hogyan bontja ki. Sziasztok, most be fogom nektek mutatni Mocsai Dorinát, aki a kereskedő részt fogja nektek bemutatni. Sziasztok, én Dorina vagyok, kereskedőnek tanulok, és most mutatok nektek egy részletet a szakmai gyakorlatból. Mögöttem láthatjátok, ahogy diáktársaim az érintőképernyős online pénztárgépeken gyakorolnak, hogy a szakmai gyakorlatukon, amit nyáron fognak letölteni, minél jobban tudják alkalmazni a pénztárgép kezelést.
Nagyon hasznosnak tartom, hogy ilyen modern pénztárgépeket használnak a diákok, mivel így sokkal jobban tapasztalják, hogy a kinti boltokban gyakorlat közben milyen pénztárgépeket fognak kezelni. Ezek a pénztárgépek olyan raktárkezelési rendszerrel vannak ellátva, mint kint a nagy boltokban. Most pedig gyertek velem, és megmutatom nektek a másik szakmai termet, ahol a szakmai gyakorlat többi részleteit tudjuk bemutatni nektek. A belépéshez én is felveszem a maszkot a kialakult járványügyi helyzet miatt. Most pedig nézzük meg, hogy jártásaim, hogy csomagolnak a gyakorlaton. Az iskolánkban három tankonyha van, ez pedig az egyik. Most pedig betekintünk a tankonyhára, ahol a vendéglátósok készítik az ételeket. Sziasztok! Itt vagyunk a tankonyhában, ahol láthatjuk, ahogy a 13-osok éppen sütnek, valamint ahogy láthatjuk, ott már egyik diák éppen tálalni készül. Most menjünk tovább. Most bejöttünk a cukrászműhelyből, a cukik éppen dolgoznak. Ez a szakma az nagyon fontos, a kreativitás, a kézügyesség, és hogy minél nyitottabbak legyenek az új finom desszertek elsajátításához. Itt megtanulhatnak csinálni tortákat, bombonokat, különböző fagylaltokat, kekszeket, igazából bármilyen édességet. Na látjátok, itt mindenki nagyon cuki és jó fej. Most értünk ide a tanétterem, ahol a vendégtéri szakemberek tanulnak. Ahogy beérünk a tanétterembe, egyből láthatjuk, hogy a tanulók koktélokat készítenek. Ahogy tovább haladunk, láthatjuk, hogy a vendég előtti ételkészítést gyakorolják, mely egy só elemet vissza a tálalásba, és ezzel egy plusz szolgáltatást nyújt a vendégnek. Mögöttünk láthatunk egy mártonnapi díszterítést, ahogy éppen készül. Az iskolánk minden korszerű eszközzel fel van szerelve, hogy amikor kimennek innen nyári gyakorlatra, felismerjenek minden eszközt, amit használniuk kell. Fontos a borismeret és a borvidékek ismerete is egyaránt, hogy a vendégnek tudjunk ajánlani az ételhez megfelelő italt. Valamint a pincér szakma az elengedhetetlenek a jó kommunikációs készségek. Erre kifejezetten szakirányú oktatást kapnak. Most ideértünk egy informatika órára, ott be fogom mutatni a három informatika teremből az egyiket. Az informatika órákon fontos az informatikai kommunikációs kompetenciáknak a fejlesztése, az online térben való eligazodás, valamint a marketinges dolgokat megtanulni. A kereskedő és a vendéglátó szakmában is egyaránt fontos, hogy tudjunk például menükártyát készíteni. Közeledik most Mártonnap, úgyhogy ennek alkalmával fogunk készíteni egy menükártyát. Többi étel.
Iskolán kétféle képzésben tudja részesíteni a diákokat. Első a technikum képzés, mely 5 éves. A 12. év végén vizsgát tesznek magyarból, matekból és történelemből. Majd a 13. év végén emelt szintű szakmai érettségit és idegen nyelvi érettségit tesznek le. Ezen kívül a szakképző iskolában 3 évig tart a képzés, mely végén szakmai vizsgát tesznek, és ezzel tudnak elhelyezkedni az adott szakmájukban, de hogyha érettségizni szeretnének, utána munka mellett esti tagozaton 2 év alatt itt a Keriben azt is megtehetik. Nagyon köszönöm, hogy ma velünk tartottatok, és szeretettel várunk titeket. Sziasztok! Egy jó szakmát keresel, amivel a biztos megélhetés vár. Tudj meg mindent, ismerd meg az iskolákat. Találd meg a hozzád leginkább illő szakmát a tsc.hu oldalán. Kezedben a jövő. Tatabányai Szakképzési Centrum.